Egy kis késéssel ugyan, de befutott Gábor is. Kinyitod? Hello! Akkor én dolgok. Jó reggel! Innen jövök 50 méter, ott mi késünk. Hello, Gabi! Úgy van valakire? Na, hát hol azt tűnt. Nem ott álltunk is. Formába vagy kibindul. Jó. Fél vagy vírus van. Mai edzés rendhagyó lesz, nem csak mi edzünk, hanem Gyuláról érkezett Lovász Imre, Lindeis Gábor. Ibi fog edzeni velem, most ketten edzünk. A mai terv az hőgolyba menés, azzal kezdünk. Utána kimegyünk Jódulba, majd 30 fok, kimegyünk gumit forgatni. Harmadik gyakorlat, vagy szerintem a kacsa segített. Ezek vannak terve, aztán meglátjuk, hogy most haladjuk. Hajlá! De én is nem érzek.
gyógyulatosan, meg minden elég babája. Másik magasságra nem pakoltuk. Ez 25 alatt. Szóval szerintem ez jó volt legközelebb, egyenlőre. Tehát el kéne jutni oda, hogy én megpróbálnak felrakni ezt az újat. Jó anyag. Beszereztük mi is ezt a speciális vaxot, ezt kimondottan ugye az erős ember sporthoz készítik. Hát nem egy kézilabda vax. Nem kézilabda vax, hanem ezt biztos a kőgolyó emeléséhez készítik. Nem kell sok túlcsipegyest tegyed jobban bárra. Hol látod? Visítani fogsz, mert szörbe van a igen. Igen. Ugye 20-105 betett könnyű súlyok között.
Én megelőleg ezt nem, hogy felvegelőleg ezt, hogy mondd ezt. Most már kurva égő lesz, hogy mondom. Jaj, jaj. Csinálhatok egy kis ütemet. Nehéz? Na. Akkor mit szersz? Hú, ez meg. Hú, ez meg. Gyerünk! Szagítod! Jó magasan húzod! Ne akartam akkor minden! Gyerünk, nagyon jó fogja az! Jó, tekerbe, tekerbe! Jó elé fogsz, jól behúzod! Jó, jó helyen állsz! És most fel a fej és emeled, emeled, emeled! Jó! Jön meg! Most ne engedd el! Most jön meg, bassz meg! Most jön legyen! Kurva nyert! Azt a látjátok! Nem bír gyerek! Most így! Hát, mi a magasabb lesz, hogy a könnyen annyira nem éreztem rá. De nem baj, legközelebb. Nem volt ott baj, ott az erővel, hanem technikával. Hőgolyóval, hőgolyóra kell fogni. Persze, egyértelmű.
Akkor gumit forgatunk, 3-20-szal melegítünk, 1-2 forgatás, utána megyünk 1-500. 5-10, pontosabban, mert... Felismerje. Oké. Három 20-assal bemelegítettünk. Rámegyünk egyből az 5-10-re. Iminek ez egyéni csúcs lenne. Az ablakba. Ha neki ez sikerülne, akkor több mint testsúly 5-szörös. Nincs most 100 kg. 97 kg Imi, gumi 5-10. Halott. Jó. Na és most dobált fel egészen, hogy legyen jó a dőlés, hogy tudjon nyomni át. Nagyon van. Ez valahogy nem az én eszközöm. Egyszerűen ahogy éreztem, hogy ha mellkosan egy kicsit feljebb tudtam dobni, lábbal mentem hátrébb. Ha lábbal bejelmentem, mellkosan... Tolni már nem tudtad volna úgy még alá tenni? Hát még egy kicsit feljebb húzom, akkor lehet. Az a baj, minden dobással így dobtál rajta, ugyanoda ment vissza, nem ment feljebb. Igen. Ott dekáztad. Éreztem, helyen, hogy vagy egy kicsit mellkosan feljebb jött, akkor hátrébb mentem. Még egyszer biztos nem megyek. Na, valamit. Vajja, könnyű. Jó, feljebb vagyunk az előbb. Egyébként, kész is elforgatta. Segítsünk? Nem kell. Vigyázz! Nem érzem abszolút egyszerűen, hogy van, hogy tudnál ahol. Egy-egy. Hát az ennyi. Majdra. Lábbal kicsit lejjebb. Úgy van. Fasza. Jó volt. Már jön is. Igen, de nem viccelünk. Hát, ez kérdez. Szusszalunk, aztán következik a kacsa séka. Kis gyereket lesz.
A harmadik gyakorlatunkban a kacsa séta, 150 kg így üresen, az alapsúlya, és be van ez a betonba. Erről indulunk, aztán szerintem 50 kg megy rá. 7-8 méter a táv. És használom az alkalmat, hogy bemutassam. Bele fogok indulni a párosóbé. Nagyon aktív, nagyon szereti csinálni, amit látjátok. Szorgalmas. Teljesen rá van állva a strongmanre. Rá van állva a strongmanre. Ilyen nappal. Testépítőket nem szereti. Csak a tőgolyók. Azzal álmodik. Jó. Eshet az eső. Fújhat a szél a szívünket. Lehet szorítót is hozhatunk volna. Akkor hol tartunk? 250? 250, tettünk rá 450-et. Ha ez jól menne, akkor megpróbáljuk a 300-at. Gyerünk. Rakjunk el valamit. Hozzuk ezt a két beton. De akkor egy 4-5-ös. Meg egy 5-ös. Meg kettő feles, tűnne legyen úgyba. Akkor ez így 60, igaz? 60. Ezek még 20 kilósak? Igen. Akkor ez olyan... Hát ez körülbelül nem rakom. 80. Elég hülyén néz ki amúgy. Valami... Ja, valami nem is tudom. Na, került rá még ja, súly. Én vára vettem. Gábor vára vettem. Kamerán kívülről. 300. Én erre már nem megyek rá. Nem érzem. Hát a terv egy stabil kiállás, még legalább egy pár lépés. Sérülés nélkül. De elég. Azt mondta, hogy nem vesz övet 300 kilóhoz, zavarja. Tudok, hogy fel sem van. Tényleg az nem kell, tehát elvére gondolkozott. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez így. Nagyon jó. Csúszik a kezem. Nincs rajta magnézió. Csetereg az eső, lefolyik az arcomon. Régi barátok, veletek vagyok. Már nagyon-nagyon ég. Jó barozban együtt vagyunk. Nem feledünk mi, mert barátok maradunk. Eshet az eső. Szóval megy. Kenyába.
Hát, határeset, határeset. Nem tudom, távolságban talán többet, vagy nem. De én többet léptem. Nem is akartam, de nem is akartam. De nem is akartam, hogy ez így volt. Talán egy kicsivel több volt. Itt előzünk, de nem számítom össze. Úgy jó. Fotó lesz? Nem, de a madárral is legalább beszélünk. Ja, mondjuk. Ennyi volt a mai edzés. Három gyakorlatot végeztünk. Ez mind a három gyakorlatot szerintem mondhatjuk, hogy kimaxoltuk, felmentünk a legnagyobb súlyokig, ami nekünk van. Kőgolyóba 180-ig, gumiforgatásba 5-10-ig, Imi még a kasába is fel 5,3-ig. Hát ez inkább nem is edzés volt, hanem ilyen rúgba felmérő jellegű, hogy nem edzettem már ezt közel. Nem is tudom, mikor voltunk itt januárban. Erre mondja, hogy a foglalkozás elérte a célját. Felmértük mindenki erős. Gábor most nem edzett, melóból jött, de fogunk még együtt edzeni, ugye vele fogok indulni a páros OB-t. Úgyhogy lesz még egy-két közös edzés, addig, és akkor 3 hét múlva a páros OB-ról jelentkezünk. Nekem lesz előtte egy 105-ös versenyem, jövő héten, szombaton. Mondjuk arra pont nem készültünk semmit, de... Alapelő szintet felvesszük, tehát ezek ekkor a súlyjal mennek, ott igazából nem lesznek úgyse ekkor a súlyok. Mik lesznek? Röngnyomás lesz 110 kiló ismétlésre, lesz súlypiramis, hát azt nem is nagyon tudtuk volna gyakorolni, a kacsa állt hozzá talán a legközelebb. Mi lesz még bödönpakolás. Hát azt gyakoroltuk volna igazából, de az úgy általában megy, szóval azt nem tudom. Igen. Meg még egy lesz. Gumi? Nem. Mi lesz? Lengő, nem? Lengő, 3-25-3-30 körül. Az volt a múltkori versenyen is, az úgy általában nem stabilabb. Majd látjuk. Mi most már oldottak a korlátozással, lesz több közös edzés. Hetente, két hetente, de havi szinten biztos szerintem egyet össze tudunk hozni. Úgyhogy azokról is fogunk jelentkezni. Addig is iratkozzatok fel, ne maradjatok le semmiről. Háború. Meg mindenki dobjál van, de...